Az ifjúság európai éve olvasható a Nemzeti Ifjúsági Tanács plakátján. Még 2021 végén döntött az EU, illetve az Európai Parlament, hogy ez az év az ifjúsági korosztályról szóljon. Ezért a tagállamok különböző programokat támogattak szervezeteiken keresztül. A hazai eseménysorozatról számolt be Pécsen a Nemzeti Ifjúsági Tanács. Minden eseménynek, ami megvalósul, azt a cél kell szolgálnia, hogy az unió területén a fiatalok számára népszerűsítsük a zöld és a digitális átállásnak a lehetőségeit, mutassuk meg azokat az uniós lehetőségeket, amik a fiatalok számára elérhetőek, gondolok itt az Erasmus mobilitási programokra, vagy azokra a lehetőségekre, mint mondjuk a Discover EU, ami ugye egy 18 évesek számára elérhető kéthetes Interrail vasúti bérletet jelent, és ezzel szabadon tudnak a fiatalok utazni az unió területén. Emellett cél még, hogy a különböző szakpolitikai döntésekben is figyelembe vegyék az ifjúság igényeit, elvárásait. Ezen is dolgozott a szervezet. Az is kiderült a beszámolón, hogy milyen területek azok, amelyek fontosak ennek a korosztálynak. Milyen irányba induljanak el az életük során. Ez olyan szempontból nem is feltétlenül baj, hogyha sikerülne felépíteni azt az élet hosszig tartó tanulási rendszert, amiről már sokat beszéltünk, akkor egy életpálya során könnyebb lenne a váltás a fiatalok számára, azért nem lenne akkora dilemma mondjuk egy 18 éves kori pályaválasztási döntés. De a pályaorientáció és a pályaválasztás nehézségei mellett rendszeresen elő találjuk a lakhatáshoz, illetve a tulajdonképpeni megélhetéshez kapcsolódó kérdéseket. Az Ifjúság Európai Éve programsorozatra 143 ezer euró támogatást kapott az EU-tól a 101 tagszervezettel rendelkező Nemzeti Ifjúsági Tanács. Ők pályázatokon keresztül támogatták a helyi szervezésű ifjúsági programok megvalósítását. Megyénkben például a Mecsek-Hegyháton megvalósult programot, amelyben 70 általános iskolás diáknak mutatták be az ebben a térségben működő családi mezőgazdasági vállalkozásokat. Így képet kaphattak a fiatalok arról, hogy megyénkben is lehet jól működő és megélhetést biztosító gazdasági tevékenységet végezni.